Hogyan jutottunk el az osztrák-magyar monarchiától az önálló külügyi képviseletig? Ez dolgozza fel a Tisztelet a tiszteletbeli konzuloknak című kiállítás anyaga. Az ehhez kapcsolódó konferencia megnyitó ünnepségén az osztrák-magyar diplomáciai testületek és más diplomata delegáltak is részt vettek. Közöttük Pintér István, a külgazdasági és külügyminisztérium tiszteletbeli konzuli ügyekért felelős miniszteri biztosa. Ő beszélt a státusz fejlődésének főbb állomásairól. Ami nagyon fontos, ugye az osztrák-magyar monarchia előtte a Habsburg birodalom, amikor a magyarok is ott voltak tiszteletbeli konzulként, és utána, első világháború után pedig az önálló magyar királyságnak a szerepe és a tiszteletbeli konzuli rendszer az egész világon. Elárulta azt is, hogy ez a titulus mit is jelent pontosan. Ez azt jelenti, hogy egy olyan köztiszteletbeli álló embert bíznak meg egy adott országnak ügyének a képviseletével, hogy járjanak el, hogyha valami baj van, vagy segítség elő a kereskedelmet, aki egy másik országban él és dolgozik. Az egyetem több hallgatója is megjelent az eseményen. A köszöntők után Kalocsai Péter előadásával vette kezdetét a konferencia, mely a monarchia időszakától indult. Több magyar közös külügyminiszter is volt, és ahhoz, hogy a nagyhatalmi státuszát az osztrák-magyar monarchia be tudja tölteni, ebben nagyon fontos szerepet töltött be a közös külügy, képített azokat a szövetségi kapcsolatokat, amelyek révén a nagyhatalmi érdekeit a monarchia képviselni tudta. Az egyetemi képzés szeretné kinyitni a világot és annak történelmét a hallgatók számára. Ez szolgálta a mostani program is. Számunkra azért fontos, hiszen itt Szombathelyen a kultúra, a tudománynak a központja, az egyik központja az Eötvös-Loránd Tudományegyetem Szavári Egyetemi Központja, és meg szeretnénk mutatni a hallgatóinknak, hogy milyen kapocs van itt a nagyvilágban a konzulok között. A konzuli rendszer történetét az ókortól napjainkig bemutató tárlat március 11-ig megtekinthető a C épület aulájában.